kenuval, a PET-kupa önkénteseinek társaságában érkezett meg Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Zsurki Tisza partra. Korábban itt nem lehetett kikötni. Ennek a folyami műanyag hulladék felhasználásával készült stégnek köszönhetően azonban erre is lehetősége lesz a jövőben a vízitúrázóknak. A petkalózok a főleg Ukrajnából átúszó műanyag palackokat összegyűjtve és hasznosítva Tiszakóródon, Zsurkon és Záhonyban építettek palackorú lebegő kikötőt. A Tisza megtisztításához és ezzel együtt a partvonal turizmusának fellendítéséhez a magyar kormány is jelentősen szeretne hozzájárulni, mondta Révész Máriusz. Nagyon szeretném, hogyha ezt az egyébként gyönyörű térséget nagyon sokan felfedeznék Magyarországról, és sőt, nem csak Magyarországról, hanem még határainkon túlról is, mert itt nagyon sok látnivaló van. Itt van a gyönyörű Tisza, ami hogyha nem árad a Tisza, akkor tényleg gyönyörű. Ilyenkor azonban nagyon sok hulladékot hoz magával Ukrajnából, és most tulajdonképpen egy ilyen nagyon érdekes kezdeményezés miatt vagyunk itt, mert ezekből a hulladék palackokból sikerült három helyen kikötő pontokat, stégeket építeni. Palackorú lebegő kikötőknek nevezik ezeket a petkupásokat, mi ezt örömmel támogattuk. Az ehhez a projekthez kapcsolódó gyűjtésben több mint 200 tiszai petkalóz vett részt az elmúlt hónapokban. Ebben az időszakban nem csak a folyó tisztítására, a tervekre és az alapanyagok megmunkálására is sok időt és energiát kellett fordítani. A kikötőt pillepalackok tartják vízen, a kupakokból pedig a járófelület készült el, amelyen egyszerre akár 8-10 személy is biztonsággal tartózkodhat. Itt azt kell elképzelni, hogy nem csak nyár és hajókázás van, hanem bizony sokszor télen is ártéri erdőket mentesítünk a műanyagtól, utána ennek a műanyagnak következik a válogatása, darálása, olvasztása, lemezek képréselése. Nagyon fontos, hogy a fedélzet is egy olyan anyagból van, ami teljes egészében itthon készült, itthoni adalékanyagokkal, itthoni szaktudás alapján, és ez az, ami a fedélzetet, a járófelületet adja. A teljes projekt támogatása az 6 millió forint volt, és ebből három kikötőt, illetve a prototípust és a terveket tudtuk elkészíteni. Zsurk polgármestere az eseményen kiemelte, a Tisza a település számára is fontos az idegenforgalom szempontjából. A hulladékok miatt azonban elsősorban a folyóval kapcsolatos problémák kerültek előtérbe az utóbbi évtizedben. Pócsikné Vakula Ágnes hozzátette, a PET-kupa szakembereinek megjelenése változtatott ezen a helyzeten. 2013 óta vagyunk kapcsolatban a petesekkel, és én azt gondolom, hogy ez a megpecsételése volt ennek az egésznek, hogy tényleg így dolgoztunk, kiállításokon voltunk együtt, a PET-kupát csináltuk végig együtt, és ez turisztikai szempontból így bekerülhettünk a vérkeringésbe, mert mi ezt a jelzőtáblát, amikor idejön egy turista a vízen, ugye szárazföldön jönnek szépen a kerékpárúton, de nem mindegy, hogy megáll-e azért, mert talál egy információs táblát, és akkor tájékozódik arról, hogy a településen mi az, amiért érdemes fölmenni a boltokon kívül is. A magyar kormány egyébként a tavalyi évben több mint 1,2 milliárd forintot szánt az Ukrajna felől érkező hulladékok mentesítésére. Az eseményen elhangzott, a probléma kezelése a jelenlegi állapot szerint kizárólag a magyarokon múlik, a jövőben azonban szükség lesz a szomszédos országgal való egyeztetések felgyorsítására és az illegális hulladéktemetők felszámolására.